világos, hanem az egész világnak van baja vele. Az emberek meglátnak és egyből, ha, segítség, futás, egy nagy buta csúf ogre. Fajti, micsoda buburnyák. Én mondom, komám, nincs ennél jobb a világon. A rekeszekre bontás egy vicc. A tűz végül minden rekeszt elér, bármilyen vastag legyen a válaszfaluk. Az élettel is így van. Nem lehet elszigetelni. Kanten vagyok, Montargisból. Szarok rá. Nincs kedved csevegni? Van ilyen, ha az ember régit moshat. De mióta hűsölsz? És ha már olyan messziről ide fáradt, azt hiszem érdekli a mondani való. De konkrét neveket nem fogok elárulni, és azt sem, hogy én onnan jöttem. Csak annyit, hogy közel jár. Még viszkit? Mi ez, ami a pohárban van? Nem bírom csupaszon látni a pohár fenekét. Van még valaki? Van még valaki? A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumos dió és kávé. Nyelvkinyújtás, torokjegelés, önütlegelés, ágyékon csípés. Ó, akkor minden tudományos alapon szóba jövő megoldást kipróbált. Ki hozta a teámat? Volt pofán letépni a tükröt egy 1965-ös Mustangról. Nem tudom elhinni. Tiszta őrület. Mindig ugyanaz a baromság. Jön egy pasas és bekopog a botjával. Kicibálják a patkányt, pofáznak hozzá, az visszapofázik. Aztán az egészet megmagyarázza. Három perc, és életetek csatáját kell megvívnotok. Én tőlem minden. Ha sikerül, megmaradunk, mint csapat. Ha nem végig. A régi egyiptomiaknak volt egy szép gondolata a halálról. Mikor a lelkük a mennyek kapujába ér, az istenek két kérdést tesznek fel. A válaszon múlott, hogy bebocsátást nyertek-e. Kegyetlen az élek, ugye? Mert pont én nem lehetek király. Neked pedig pont eddig tartott picinke életed. Ágyi. A szív, és te apa, és te is csúnyisztál, csaltatok, elárul a saját családom, az egyetlen becsületes ember itt, Arnold bácsi, aki aludt, igen. Írta meg beszédet, de nincs nálam. Ott van Mr. Duffy kövér ujjai között. Így van, kicsi? Csak rajta. Mutassa meg, hadd lássák. Mivel a beszéd nála van, más kell kitalálnom. Tudja, a feleségem pár napja elutazott az anyjához, és azóta minden a nyakamba szakadt otthon. Előbb a mosogató romlott el, aztán a gáztűzhely. Persze én egyikhez se értek. Hajnalban meg arra ébredek, hogy vakarja a fülét. Vakarja mindig ugyanazt a fülét. És tudja, ez még mind semmi. Várj, fiam, mindjárt megmagyarázom. Ha majd meghalunk, a testünkből fű növekszik, az antilop pedig füvet legel. Látod, fiam? Így válik teljessé az élet végtelen körforgása. Én inkább azt nem értem, miért jó a halottaknak, ha az ő érdekükben meghal 1 millió civil. Mert hát, ez nem csata, valljuk be. Csak egy holdkóros őrület. Az akác már menyasszonyi ruhát öltött. Hogy irigylem, szinte szíven üt ez az illat. Mámorító. Maradtunk versenytárs nélkül, BB gamprákot kaptak a népek. Vettünk egész csomó új hajót. 12 zsenit. Van a küzleteinknek sapkáik is, és rajta BB gam felirat. BB gamprák.
világon talán. Próbáljon csak elvontabb lenni. Egy madár kitéve az időjárás viszontagságainak egy darab sajtal a csőrében. Legyen mondjuk egy dámi. Ez a történetnek egy igen vitatható pontja. Mert teszem fel, mi van akkor, ha az a sajt Camembert. Norbert, én vagyok az Frank. Ki tette ezt veled? Kovállak. Hát én is téged biztosíthatlak. Mondd meg, ki volt? Hajó, kis hajó. Persze, öregem, megcsináljuk. Amint összeszeded magad, bérelünk egy hajót, és elszerelünk egy időre, mint tavaly.